Még Gebrovszki János, a városrész korábbi képviselője kezdeményezte, hogy minden évben jöjjenek össze a KISZ lakótelepen élők egy közösen eltöltött programdúsnapra. A hagyomány időközben megszakadt, de idén újra megtelt a lakótelep és a Körmendi út között felállított sátor és a sportpálya. A résztvevőket Puskás Tivadar polgármester és a városrész képviselője Nemény András köszöntötte. Majd a Gazdag Erzsi és a Körösi óvoda kicsinyei adtak műsort. A programot a KISZ lakótelepért egyesület szervezte, de vállalatok és magánszemélyek is támogatták a rendezvényt. Lakótelepben élők megérdemlik azt, hogy egy évben egyszer egy ilyen rendezvényen ide csábítsuk a gyerekeket, a szülőket, az iskolákat, különböző támogatóinkat, sportos rendezvények szervezőit, stb. Stb. A főzőversenyre többen is Bogrács Gulyással neveztek. Borgánya van benn, sárgarépa, meg még húsos kolbász is kerül bele. Meg még tésztát teszünk bele. Ennyi. Nagyon sűrű, és ezért lett nagyon finom. Ez a világ vége, babujás, mert arról volt szó, hogy világ vége lesz ugye a mai napon, és ezért főztünk egy babujást. Hogy még utoljára egyenek egy jót? Igen, igen. Hát vagy egy rosszat. Amíg a gulyás főtt, szalsza bemutatót nézhettek az érdeklődők, sőt, meg is tanulhatták a tánc alaplépéseit. Előre, vissza, hátra, vissza. A környékbeliek szerint szükség van az ilyen napokra, amikor kikapcsolódhatnak és egymással is találkozhatnak a lakótelepen élők. Itt lakunk a környéken, és itt vagyunk, szeretjük. Miért? Hát vannak programok, például most ez a szalsza, tánc, ez sem rossz. Szeretjük az együtteseket, a mokkát, előtte viszont lesznek a Tebeli Feri, a Tibi Feri, őket is szeretjük. Tehát ezeket az énekeseket is nagyon. A latin dallamok után az Art Fusion, majd a Mokka együttes nosztalgia koncertjét élvezhették a KISZ lakótelepen élők.